Jack London, a vadon szava, harmadik fejezet, az uralomra vágyó ősi vad. Az uralomra vágyó ősi vad amúgy is erős volt Buckban, és az úti élet megpróbáltatásai között még erősebbé vált. Nőttön nőtt, de láthatatlanul. Most, hogy ravasz lett, megtanulta a higgadtságot, az önfegyelmet is. Alkalmazkodnia kellett az új élethez, és ez minden idegszálát lekötötte, még nem érezte magát elemében, és nem hogy kereste volna a harcot, inkább kitért előle, ha csak lehetett. Óvatosság jellemezte egész magatartását. Semmit sem hirtelenkedett el, nem rohant fejjel a falnak, s bármilyen elkeseredett gyűlölet dúlt is közte és Pic között, sohasem veszítette el a türelmét, tartózkodott minden támadástól. Másrészt azonban Spitz, aki nyilván megérezte Buckban a veszélyes vetétását, egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy kimutassa a foga fehérét. Állandóan bele akart kötni Buckba, és alig várta a harcot, amely nem végződhetik másképp, csak egyikük halálával. Mindjárt az út elején el is érte volna a célját, ha közben nem jön egy váratlan esemény. Este volt, és a Löbás tó partján ütötték fel sivár, nyomorúságos táborukat. A szél miatt, amely úgy vágott, mint a fehéren izzó kés, meg a hófúvás és a sötétség miatt kellett botorkálva táborhelyet keresniük. Alig ha kerülhettek volna rosszabb körülmények közé. Hátuk mögött egy merőleges sziklafal emelkedett. Sperraud és François nem tehettek mást, ott helyben letanyáztak hálózsákjaikkal a tó jegén. Sátrukat dejában hagyták, hogy ne kelljen annyit cipelniük az úton. Néhány faágból, amit a víz sodort oda nyáron, tüzet raktak, de a jég felolvadt körülötte, a lángok belefúltak, és a vacsorát már sötétben kellett elfogyasztaniuk. Buck közvetlenül a fedezéket nyújtó szikla tövében ásta meg fészkét. Olyan kényelmes, meleg zugocska volt, hogy nem igen akarózott kibújni a belőle, amikor François szétosztotta a halat, melyet előbb kiolvasztott a tűzön. Mégis odament, de vacsora után azt kellett tapasztalnia, hogy a fészkét közben elfoglalta valaki. A betolakodó fenyegetően rámordult, és Buck azonnal felismerte Spitz hangját. Mind mostanáig kerülte az összetűzést ellenségével, ez azonban több volt a soknál. A belsejében szunnyadozó vad felhördült, rávetette magát Spitzre, oly féktelen dűvvel, hogy maga is elámult tőle, de Spitz még jobban, hiszen Buckot szokatlanul gyáva kutyának hitte, akit csak roppant súlya és nagysága óvott meg eddig a vereségtől. François is meglepődött, amikor kihemperedtek a szétdúlt fészekből. Mindjárt sejtette, hogy miről van szó. Aha! Kiáltotta Bucknak. Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. Belesz ki a mocskos rablót. Spitzet sem kellett bíztatni. Tombolt, ijesztően üvöltött mohó dühében, és hátrahúzódva keringve leste az alkalmas pillanatot, amikor ráugorhat ellenfelére. De Buck is épp oly mohó volt, és épp oly óvatos, ugyanúgy hátrált és keringett, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön. Ekkor következett be a váratlan esemény, és a harc, melynek el kellett döntenie, hogy kettőjük közül ki legyen az úr, elmaradt, csak a távoli jövőben játszódhatott le, sok-sok mérföldnyi fáradtságos robot és kimerítő igavonás után. Perrault nagyot káromkodott, csontok recsentek egy nehéz fütykös csapásától, valaki élesen felvonított kínjában, és kitört a zenebona. Hirtelen kiderült, hogy a táborban bundás alakok lopakodnak ide-oda. Éhező eszkimó kutyák, 4-5 tucat, akik valamelyik indián faluból megszimatolták a tábort. Buck és Spitz harca közben lopóztak be, s amikor a két férfi vastag fütykössel közöttük termett, kimutatták a fogukat, és felvették a harcot. Valóságon megőrültek az ételszaktól. Az egyik éppen nyakig belebújt az élelmiszeres ládába, amikor Perrault észrevette. Fütykösen nagy erővel lesújtott a kiálló bordákra, és az élelmiszeres láda felborult. Abban a pillanatban egy tucatnyi kiéhezett fenevad rohant oda, és már marakodtak is a kenyéren és szalonnán. Rá se hederítettek a zúgó fütykösökre. Borítottak, szűköltek, az ütések zápora alatt, mégis őrjöngve tülekedtek mindannyian,
amíg az utolsó morzsát is fel nem falták. Közben Perrault-ék megdöbbent kutyái kiugrottak fészkükből, a vad betolakodók már is rájuk támadtak. Buck még sohasem látott ilyen kutyákat. Csontjuk szinte kiszúrta a bőrüket, csontvázak voltak csupán, lompos, vedlett bundájuk, valósággal lógott róluk. Szemük villogott, a gyarukról csorgott a nyál. Az őrjítő éjségtől azonban ijesztővé, ellenállhatatlanná váltak. Nem lehetett bírni velük. Első támadásuk mindjárt a szikláig szorította vissza a Perrault-ék kutyáit. Buckot három eszkimó kutya szorongatta, és egy pillanat alatt fellassították, összemarcangolták a fejét és a mellét. Félelmetes volt a lárma. Billy nyűszített, mint rendesen, Dave és Stollex tucatnyi sebből vérzett, de bátran harcolt egymás oldalán. Joe sátáni dűvvel csattogtatta állkapcsát. Fogai egyszer rácsapódtak egy eszkimó kutya első lábára, és a csont hangosan megrecsent. Pike a szimuláns ráugrott a megbénult állatra, és egy gyors harapással és rántással ketté roppantotta a nyakát. Buck a torkánál fogva kapta el egy tajtékzó ellenfelét, és a vér tel is telefröcskölte, amikor fogai átszakították a nyak ütőerét. A meleg vér ízétől még vadabb lett. Rávetette magát egy másik kutyára, de ugyanakkor érezte, hogy az ő torkába is fogak mélyednek. Spitz volt az, oldalról támadt rá, álnokul. Perrault és François, miután a maguk részén megtisztították a tábort, kutyáik segítségére siettek. A kiéhezett fenevadak vicsorgó hulláma visszahúzódott előlük, és Buck lerázta magáról támadóit. De csak egy pillanatra lélegezhetett fel. A két embernek vissza kellett rohannia, hogy megmentse az élelmiszert, erre az eszkimó kutyák is megfordultak, és újabb támadást intéztek a csapat ellen. Billy, aki rémületében vakmerő lett, átugrott a vadak gyűrűjén, és futásnak eredt a jégen. Pike és Dab azonnal követte, majd közvetlenül utánuk az egész csapat. Buck is ugrásra készült, hogy csatlakozzék hozzájuk, de ekkor a szemes arkából megpillantotta Spitzet, aki feléje rohant, és nyilván fel akarta dönteni. Tudta, hogyha felbukik, és az eszkimó kutyák tömege alá kerül, nincs kegyelem. De sikerült kivédenie Spitz rohamát, és a tavon menekülő kutyák után futott. Később Perrault-ék kilenc kutyája összeverődött, és menedéket keresett az erdőben. Most már nem üldözték őket, de siralmas állapotban voltak. Legalább 4-5 sebből vérzett mindegyik, és néhányan nagyon súlyos sebeket kaptak. Dábnak szétroncsolódott az egyik hátsó lába, Dollynak, az utolsó eszkimó kutyának, aki Dejában kacsatlakozott hozzájuk, csúnyán felszakították a torkát. Joe elveszítette fél szemét, a jámbor Billynek csapatokban lógott az egyik füle, és egész éjszaka nyűszített és vinnyogott. Hajnalhasadáskor kimerülten visszavászorogtak a táborba. A martalócok már elmentek, és a két ember pokoli rossz kedvében volt. Élelmiszerkészletük fele odaveszett. Az eszkimó kutyák elrágták az istránkokat és a szántbonyvákat, mindent felfaltak, ami csak egy kicsit is ehető volt. Megettek egy pár jávor szarvasbőr mokaszint, a Perrault-ét, jókora darabokat a hámból, sőt, vagy két lábnyi szíjat is François ostorából. François éppen ezt szemlélgette igen borúsan, majd sebesült kutyái felé fordult. Hely, barátaim, mondta gyöngéden, ki tudja, tám megvesztetek attól a sok harapástól, tám veszett kutyák vagytok mind, szakrament. Mit gondolsz, Perrault? A futár bizonytalanul megcsóválta a fejét. Még 400 mérföldnyi út volt hátra Dawsonig, és azt hiányzott volna éppen, hogy veszettség törjön ki a kutyái között. Két órai káromkodás és erőlködés után sikerült rendbeszedni a hámot, és a sebek borította csapat már törtetett is tovább, iszonyúan killódva az eddigi legnehezebb útszakaszon, sőt, az egész Dawsoni út legnehezebb szakaszán. A 30 mérföldes folyó egyáltalán nem fagyott be. Sebes folyású vízével nem bírt a hideg, csak a partok mentén és a holt vizek fölött képződött egy kis jég. 6 napi kimerítő munkába tellett, amíg megjárták ezt a rettenetes 30 mérföldet. Rettenetes mérföldek voltak. Embernek és kutyának az életét kellett kockáztatnia minden lépésért. Az utat fürkésző Perrault alatt tucatszor is beszakadt a vékony jégréteg, és úgy menekült meg mindannyiszor, hogy hosszú poznáját keresztbe fektette a súlyától megnyílt lékem. De az idő közben hirtelen lehűlt,
A hőmérő 50 fokkal süllyedt a nullpont alá, és valahányszor beszakadt alatta a jég, Perre útnak tüzet kellett raknia, hogy megszárítsa a ruháját, különben elpusztult volna. Semmitől sem riadt vissza. Azért választotta futárjának a kormány, mert nem riadt vissza semmitől. Minden kockázatot vállalt, elszálltan belefúrta töprödött kis arcát a fagyba, és csak ment, küszködött, látástól vakulásig. Csak ment előre a partokat szegélyező veszedelmes jégen, amely hajladozott és recsegett a lábuk alatt, és amelyen nem mertek megállni. Egyszer beszakadt a szán, és veled Dave és Buck kis híján megfagytak és megfulladtak, mire kihúzták őket. Megint tüzet kellett rakni, hogy el ne pusztuljanak. Vastag jégpáncél borította testüket, és a két ember megfuttatta őket a tűz körül, olyan közel, hogy a lángok megperzselték bundájukat, amíg ki nem izzadtak, és le nem olvadt róluk a jég. Egy másik alkalommal Spitz zuhant be, maga után rántva az egész csapatot, egészen Buckig, aki minden erejét megfeszítve visszaőkölt, és mellső lábaival belekapaszkodott a körös körül recsegő ropogó jég síkos peremébe. De mögötte ugyanúgy kapaszkodott Dave is, leghátul pedig François tartotta vissza a szánt oly erősen, hogy ropogtak a csontjai. Aztán megint beszakadt a partmenti jég előttük és mögöttük, és nem menekülhettek máshová, csak fel a sziklára. Csoda volt, hogy Perreault meg tudta mászni, és közben François buzgón imádkozott ezért a csodáért, minden szíjat, istrángot, gyeplőt összekötöztek, és ezzel a hosszú kötéllel egymás után felhúzták a kutyákat a szikla tarajára. François ment fel utolsónak a szán és a rakomány után. Aztán valami lejtőt kerestek, de végül megint csak a kötélen tudtak lemenni, és az éjszaka ismét ott találta őket a folyópartján, miután aznap összesen egy negyed mérföldet tettek meg. Mire elérték a szilárd jéggel borított Hutalilampa folyót, Buck teljesen kiverült. A többi kutya is hasonló állapotban volt, de Perreault kora reggeltől éjszakáig hajszolta őket, hogy behozza az elveszett időt. Az első napon 35 mérföldet tettek meg a nagy lazacik, másnap 40 mérföldet utaztak, és egészen közel értek az 5 újhoz. Buck lába még nem volt olyan szívós és erős, mint az eszkimó kutyáké. Nemzedékeken át egyre csak puhult a láb, amióta utolsó vad ősét megszelídítette egy barlanglakó vagy cölöpökön tanyázó ember. Egész nap szörnyű kínban sátikált előre, és amint tábort ütöttek, elnyúlt, mint a döglött kutya. Bármennyire gyötörte is az éjség, meg sem mozdult haladagjáért. Françoisnak kellett odavinnie. Azon kívül a kutya hajtó dörzsölgette Buck lábait, sőt feláldozta saját mokasszínjának felső részét, és 4 kis mokasszint csinált belőle Bucknak. Így már sokkal könnyebben ment az út, és még Perreault töpörödött kis arca is elvigyorodott. Egy reggelen, amikor François elfelejtette feladni Buckra a mokasszinokat, és Buck a hátára feküdt, kérően kapálózva a 4 lábával, és a világért sem mozdult volna, amíg a cipőket rá nem adták. Később az út megedzette a lábát, és az elnyőtt cipőket el lehetett dobni. Egy reggel a Pelli folyón, amikor éppen indulni készültek, Dolly, aki soha semmiben ki nem tűnő, Dolly, hirtelen megőrült. Elnyújtott verőt rázó farkas üvöltéssel jelentette be állapotát. Minden kutyának felborzolódott a szőre a rémülettől, majd egyenesen Buck felé ugrott. Buck még sosem látott kutyát megveszni, és nem is volt oka rá, hogy féljen a veszettségtől, de megérezte, hogy valami iszonyú dolog történik, és fejveszve menekült. Futott, mint a nyíl, egy ugrással mögötte a ziháló tajtékzó Dolly. A távolság egy pillanatra sem csökkent közöttük, de nem is növekedett, oly nagy volt az egyik állat rettegése és a másik őrülete. Buck bevetette magát a cserjék közé, lefutott a sziget túlsó végére, egy jégtorlaszokkal megtömött csatornán átvágtatott egy másik szigetre, aztán egy harmadikra, majd visszatért a folyó főágához, és kétségbeesésében keresztül akart vágni rajta. Közben egy pillanatra sem nézett vissza, de szüntelenül hallotta Dolly vicsorgását egy ugrással mögötte. François utána kiáltott egy negyed mérföldnyi távolságból, és Buck visszafordult, még mindig csak egy ugrás választott el Dollytól, levegőért kapkodott,
és csak abban reménykedett, hogy François megmenti. A kutyahajtó mozdulatlanul állt, ütésre emelve baltáját, és miután Buck elrobogott mellette, a balta szétlocsanotta az őrült Dolly fejét. Buck odavanszorgott a szánhoz, kimerülten, elfúlva, tehetetlenül. Spitz észrevette a nagyszerű alkalmat, ráugrott Buckra, fogai kétszer is belemélyedtek tehetetlen ellenségébe, és csontig felszakították, és kitépték a húsát. Akkor lesújtott François ostora, és Buck elégtétellel nézhette végig, hogy Spitz olyan verést kap, mint addig a csapat egyik kutyája sem. Mint egy ördög, olyan ez a Spitz, jegyezte meg Perrault. Egyszer még agyon harapja Buckot. Buck meg olyan, mint két ördög, felelte François. Régóta figyelem már, nem kell félteni. Ide hallgass, ha ez egyszer nekivadul, megrágja Spitzet szőröstül, bőröstül, és úgy köpi ki a hóra darabonként. Ha én mondom, elheted? Attól fogva hadi állapotban voltak. Spitz, a vezérkutya, a csapat elismert vezetője, megérezte, hogy a furcsa délvidéki jövevény veszélyezteti felsőbbségét. Igen, furcsa volt neki Buck, mert sok délvidéki kutyát látott már, de a táborban és az úton egy sem állta meg derekosan a helyét. Nyammadtak voltak mind, belepusztultak a robotba, a fagyba és az éhezésbe. Buck volt a kivétel. Mindent kibírt és megedződött, erőben, vadságban és ravasságban is felvette a versenyt az eszkimó kutyákkal. Ráadásul pedig olyan kutya volt, aki uralomra vágyik, és különösen veszélyes, mert a vörös szvetteres ember fütyköse kivert belőle minden esztelenséget. Bármennyire is kívánta az uralmat, most már nem rohant vakon a veszedelembe. Rendkívül ravasz volt, és mélységes türelemmel, ősi türelemmel tudott várni az alkalmas pillanatra. El kellett dőlnie, hogy kettőjük közül melyik lesz a vezér, az összecsapásnak be kellett következnie. Buck kívánta. Kívánta, mert ilyen volt a természete, mert őt is megejtette az út és a hám nevezhetetlen, érteretlen hiúsága, amely utolsó leheletükig munkára sarkalja a kutyákat, amelytől boldogan halnak meg az istránkban, és megszakad a szívük, ha nem szabad tovább húzniuk. Ezt a hiúságot érezte Dave, mint rudas kutya, és Sollex, amikor teljes erejével nekifeküdt a szerszámnak, és ez a hiúság támad fel mindannyiukban táborbontáskor, hogy keserű, mogorva állatokból buzgó, törekvő, becsvágyó lényekké alakítsát őket. Ez a hiúság volt a sarkantyújuk egész nap, hogy azután este, amikor tábort ütnek, ismét megváljon tőlük, és ők visszazuhanjanak a komor nyugtalanságba és elégedetlenségbe. Ez a hiúság éltette Spitzet, ez indította arra, hogy megtépázza a hámban hibázó kutyákat, a lógósokat vagy azokat, akik reggel induláskor elbújtak. Ezért féltette vezérségét Bucktól, és ezt a hiúságot érezte Buck is. Nyíltan fellépett a másik kutya vezérsége ellen. Ha Spitz meg akarta büntetni a lógósokat, Buck megakadályozta, mégpedig ravaszul, céltudatosan. Egy éjszaka igen erősen havazott, és reggel Pike a szimulás nem került elő. Jól elbújt a fészkében, egy lábnyi mély hótakaró alatt. François hiába ordított utána, hiába kereste. Spitz tombolt a dűtől. Végig rohant az egész táboron, kiszimatolt és feltúrt minden valószínű helyet, és oly félelmetesen bicsorgott, hogy Pike meghallotta, és vacogott rejtekében. De amikor végül is kiásták, és Spitz már ugrott feléje, hogy megbüntesse, Buck épp oly dőlten közöttük termett. Oly váratlan és ravasz volt a támadása, hogy Spitz hátraesett, elvágódott. A nyomorult, remegő Pike-nak megjött a bátorsága egy nyílt zendüléstől, és elbukott vezetőjére vetette magát. Buck, aki rég elfelejtette már a tisztességes játékszabályokat, szintén Spitzre ugrott. De François már igen jól mulatott az eseten, kérlelhetetlenül igazságos maradt, és amilyen erősen csak bírta, ráhúzott Buckra az ostorával. Buckot azonban ezzel sem sikerült elűznie a földön heverő vetélytársától, és ekkor az ostor nyele is lesújtott. Buck csak nem elszédült az ütéstől. Visszatántorodott, de az ostornak még sokszor le kellett sújtania rá, amíg Spitz alaposan meg nem büntette Pike-ot, a sokszorosan visszaeső bűnöst. A következő napokban, amint egyre közelebb kerültek Dawsonhoz, Buck továbbra is közbelépett
ha Spitz a bűnösök ellen fordult, de most már ravaszabbul, csak olyankor, ha François nem volt a közelben. Buck burkolt zendülése nyomán az egész csapat engedetlenné vált, és a fegyelem mindinkább meglazult. Dave és Stolex nem zökkent ki nyugalmából, de a többiek annál inkább. Semmi sem ment úgy, ahogy kellett volna. Mindennapos lett a civakodás, marakodás. Állandóan puskaporos volt a levegő, és a bajt mindig Buck keverte. François nem merte magukra hagyni őket. A kutyahajtó ugyanis jól tudta, hogy kettőjük között élet-halál küzdelem dúl, melynek előbb-utóbb el kell dőlnie. Éjszakánként nem egyszer kiugrott hálózsákjából, ha a többi kutya veszekedésének és civakodásának lármája felriasztotta. Attól tartott, hogy Spitz és Buck vívja halálos párbaját. De a következő alkalom mindig elmaradt, és amikor egy sötét délutánon megérkeztek Dawsonba, a nagy küzdelem még mindig nem dőlt el. Igen sok ember és számtalan kutya volt itt, és mindannyian dolgoztak. Bucknak úgy tetszett az a világrendje, hogy a kutyák mindig dolgozzanak. Egész nap ott szágultak fel alá a főutcán, hosszú fogatokban, és csengőik éjszaka is szünet nélkül szóltak. Gerendákat és tűzifát szállítottak a bányákba, és ők végezték mindazt a munkát, ami a Santa Clara völgyben a lovakra árult. Buck néha délvidéki kutyákkal is találkozott, de a vad, farkasforma eszkimó kutyák túlnyomó többségben voltak. Minden este és éjszaka, pontosan 9-kor, éjfélkor és 3 órakor felhangzott éji daluk, valami kísérteties, hátborzongató dal, és Buck boldogan belekapcsolódott a kórusba. Míg az északi fény hűvösen lángolt fölöttük, vagy a csillagok járták a fagy táncát, és a föld mozdulatlanul dermedten feküdt hópalástja alatt, az eszkimó kutyák dala kihívás lehetett volna, dacos kiáltások az élethez, csak hogy moll hangnemben szólt, panaszosan elnyújtott, zokogó hangon, és inkább könyörögve idézte az életet a vajúdó lét tagolt sikolyával. Régi dal volt, olyan régi, mint a fajtájuk. A világ ifjú korában született, amikor a dalok szomorúak voltak. Számtalan nemzedék fájdalma itatta át ezt a panaszt, amelytől Bugban oly furcsán felkavarodott minden. És amikor szűkölt és zokogott, az élet fájdalma sírt fel benne, vad ősapáinak hajdani fájdalma, a fagy és a sötétség ijesztő titka, melyet ijesztő titoknak éreztek ők is. És Buck megrendülése annak a jele volt, hogy a tűzhely és a hajlék évezredein keresztül végképp visszatért az élet durva kezdeteihez, az üvöltő korokba. 7 nappal azután, hogy befutottak Dawsonba, már siklottak is a barakkok mellett a meredek part lejtőjén, a Yukoni útra, és szaporán ügettek Delia és a Sorsvíz felé. Perrault megint postát vitt, talán még sürgősebbet, mint amilyet hozott, ráadásul pedig kitört rajta az utazó virtus, és elhatározta, hogy ő állítja fel az év rekordját. Több körülmény is sikerrel kecsegtette. Kutyái új erőre kaptak az egyheti pihenő alatt, és most kitűnő formában voltak. Odajövet még törniük kellett az utat, de azóta a többi utas jól kitaposta. Azon kívül a rendőrség 2-3 helyen élelmiszerraktárakat állított fel a kutyáknak és az embereknek, és Perrault nem sok terhet vitt magával. Az első nap 50 mérföldet tettek meg, maguk mögött hagyták a 60 mérföldes folyót, második nap már a Yukonon szágultak, egyre közelebb a Pelléhez. Ez a nagyszerű eredmény azonban sok feszültségébe és sok bosszúságába került François-nak. Buck fortélyos lázadása megbontotta a csapat egységes szellemét. Addig a kutyák úgy húzták a szánt, mint ha összefortak volna, ennek most vége lett. Buck pártolta a zendülőket, és a kisebb kihágások nem akartak véget érni. Spitz nem volt többé rettegett vezér, Nimbusza szétfosztott, és minden kutya szembe mert szállni a tekintélyével. Egy este Pike ellopott tőle egy fél halat, és Buck védelme alatt nyugodtan bekebelezte. Egy másik este Dub és Joe felvette a harcot Spitz ellen, és így elkerült a megérdemelt büntetését. Még a jámbor Billy sem volt már olyan jámbor, és egyáltalán nem vinnyogott olyan békéltetően,
mint annak idején. Valahányszor Spitz közelébe került, Buck sosem mulasztotta el, hogy rávicsorogjon, és fenyegetően felborzolja a szőrét. Valóban úgy viselkedett, mint egy kötekedő csibész, és ha csak tehette, kihívóan, pöffeszkedve sétálgatott Spitz orra előtt. A fegyelem lazulása kiadott a kutyák egymás közti kapcsolataira is. Soha még ennyit nem veszekedtek és marakodtak, néha olyan volt már a tábor, mint az őrültek háza. Csak Dave és Saul Lex őrizte meg nyugalmát, bár a szüntelen civakodástól ők is ingerlékenyé váltak. François szórta a különös barbár szitkokat, tehetetlen dühében nagyokat rúgott a hóba, és a haját tépte. Ostora mindig ott cikázott a kutyák között, de nem sok eredménnyel. Amint hátat fordított nekik, újrakezdték. Az ostor Spitzet támogatta, Buck pedig a csapat többi tagját. François tudta, ki a bajkeverő, és Buck tudta, hogy tudja, de ügyesebb volt annál, semhogy még egyszer rajta kapják. Hűségesen robotolt a hámban, mert a munkát most már ő is gyönyörnek érezte, de még nagyobb gyönyör volt, ha sikerült ravaszul egymásra úszítani a társait és összekuszálni a szíjakat. A takén a torkolatánál este, vacsora után Dab felhajtott egy sarki nyulat, utána vetette magát, de elhibázta. Egy pillanat múlva már az egész csapat üldözte. 100 yardnyira voltak az északnyugati rendőrség egyik táborától, és a rendőrkutyák, szám szerint 50-en, csupa eszkimó, csatlakoztak a nyúlvadászathoz. A nyúl sebesen lefutott a folyón, majd bekanyarodott egy kis mellékágba, és ott menekült tovább a befagyott vizeken. Könnyedén szökelt a hó felszínén, míg a kutyáknak utat kellett törniük benne. Buck rohant a 60 tagú falka élén, egymás után vette a kanyarokat, de nem sikerült közelebb kerülnie a nyúlhoz. Szinte súrolta a földet, izgatottan vonított, néha nagyokat ugrott, és pompás teste felfelvillant a halvány, fehér holdfényben. De nagyokat ugrott a sarki nyúl is, mint a fagy sápat kísértete volna, és menekült előlük. Az ősi ösztönök ébredése, amely a zengő városokból időnként erdőkbe és lapályokra űzi az embereket, hogy vegyi erőktől röpített ólomgolyókkal élőlényeket öldössenek, a vérszomj, a gyilkolás öröme, mindezt Buck is átélte, csak hogy sokkal-sokkal meghittebben. Ott rohant a falka élén a vad áldozat, az élő pecsenye után, hogy megölje a tulajdon fogával, és személyig megfürössze pofáját a meleg vérben. Van valamiféle önkívület, amely az élet csúcsát jelzi, és amelynél magasabbra nem emelkedhetik az élet. És mivel a létezés paradox dolog, ez az önkívület akkor tör reánk, amikor életünk a leghevesebben lángol, és ugyanakkor tökéletesen elfeledteti velünk, hogy élünk. Ez az önkívület fogja el a művészt, és feledteti el vele, hogy él, amikor egész lénye belevész egy láng lobogásába. Ezt érzi a katona, amikor a háborútól eszét veszti a véres csatatéren, és nem kegyelmez senkinek. És ezt érezte Buck, amikor az ősi farkas üvöltést hallatva rohant a falka élén az élő táplálék után, mert sebesen menekült a holdfényben. Lényének legmélyéből tört fel az üvöltés, és még annál is mélyebbről, az idő méhéből. Az élet ellenállhatatlan hullámverése hatalmasodott el rajta, a lét áradása, minden egyes izom, ízület és ín, tökéletes gyönyörűsége, az az érzés, hogy összpontosul benne minden, ami nem halál, hogy lobog és szágult, és kifejezi magát a lendületben, és újjongva röpül a csillagok alatt, a mozdulatlan, holt anyag fölé emelkedve. De Spitz, aki a legizzóbb pillanatokban is hűvös és számító maradt, kivált a falkából, és átvágott egy keskeny földnyelven, melyet a patak nagy ívben megkerült. Buck nem tudta ezt, és amikor a fagy kísérteteként szökelő nyulat űzve befordult a kanyarba, látta, hogy a meredek partról a fagynak egy másik, nagyobb kísértete ugrik közvetlenül a nyúl elé. Spitz volt az. A nyúl sem fordulatott meg, és amikor a fehér fogak ketté roppantották hátgerincét, oly hangosan sikoltott fel, ahogyan egy sebzett ember sikolthat. Amikor ez felhangzott, az élet csúcsáról a halál szakadékába zuhanó élet kiáltása, Buck mögött az egész falka kélyes üvöltésben tört ki, mint valami pokolbéli kórus. Buck nem üvöltött, nem is torpant meg, tovább lendült Spitz felé, mell a mellnek,
oly hevesen, hogy elvétette az ellenfél torkát. Egymás hegyén hátán megemberegtek a porzó hóban. Spitz azonnal talpra állt, mint a nem is bukott volna fel, belemart Buck nyakába, és félreugrott. Kétszer is összecsattant az állkapcsa, mint egy csapda acélfogója, miközben hátrahúzódott, hogy jobban megvetesse a lábát, vonagló, keskeny ajkát felhúzta, úgy vicsorgott. Buck egy szempillantás alatt megértette. Ütött az óra. Nem babra megy a játék, életre halálra. Miközben egymás körül keringtek, vicsorogva a fülüket hátracsapva, feszült ellesve a kedvező pillanatot, Buck úgy érezte, mint a jól ismert jelenetnek volna szereplője. Mint ha emlékeznék mindenre, a fehér fákra, a földre, a holdfényre, a csata izgalmára. Kísértetés nyugalom lebegett a határtalan fehérség és némaság fölött. Meg sem rezzent a levegő, semmi sem moccant, egyetlen levél sem rezdült. Látni lehetett, amint a kutyák lelete lassan kanyarog felfelé a fagyos levegőben. A sarkinyulat egy-kettőre felfalták ezek a kutyák, ezek a rosszul szelídített farkasok, és most várakozó gyűrűt vontak az ellenfelek köré. Ők sem mukkantak, csak a szemük parázslott, és a leletük szállott lassan az égre. Bucknak egy cseppet sem volt újszerű vagy különös ez az ősi jelenet, mint a öröktől fogva ismerné, mint ha ez volna a dolgok megszokott rendje. Spitz gyakorlott harcos volt. A Spitzbergáktól a Jeges-tengeren át Kanadáig és a Barents-szigetekig fölül maradt mindenfajta kutyával szemben, és uralma alá hajtotta őket. Keserű düh tombolt benne, de sohasem vakította el. Üsztel szenvedély, hogy marjon és öljön, de közben mindig tudta, hogy ugyanez a szenvedély űzi az ellenfelét is. Sohasem rohamozott, mielőtt fel ne készült volna a másik fél rohamára, sohasem támadott, míg ki nem védte az ellenség támadását. Buck hasztalan próbálta belecsapni fogát a nagy fehér kutya nyakába. Akár merre kereste a lágyabb húst, agyarai mindig visszapattantak Spitz agyarairól. Foguk összekoccant, ajkuk felszakadt és vérzett, de Bucknak nem sikerült áttörnie az ellenség védelmét. Akkor tűzbe jött, és keringve, mint az örvény, ezerszer is megrohamozta Spitzet. Újra és újra megpróbálta elkapni a hófehér nyakat, melynek csak nem a felszínén ott lüktetett az élet, de Spitz mindannyiszor visszavágott és félreugrott előle. Ezután Buck úgy tett, mint a továbbra is a torkot rohamozná, de hirtelen hátra kapta a fejét, és oldalt kanyarodva a vállát akarta nekivetni Spitz vállának, hogy feldöntse, mint egy faltörőkos. Ehelyett azonban Buck válla kapott sebet minden alkalommal, Spitz pedig könnyedén odább táncolt. Spitz sértetlen volt még, Buck pedig számos sebből vérzett és nehezen zihált. A küzdelem egyre elkeseredettebbé vált, és közben a néma, farkasforma lényeg gyűrűje mozdulatlanul várta, hogy melyik kutya marad alul. Buck kezdett kifulladni, és most Spitz indított rohamokat. Bucknak támolyogva kellett igyekeznie, hogy ellehessék. Egyszer felbukott, és a 60 kutya gyűrűje azonnal megindult felé, de Buck még a levegőben visszanyerte egyensúlyát, és a gyűrű ismét visszahúzódott és várt. Bucknak azonban volt egy tulajdonsága, amely azt bizonyította, hogy nagy dolgokra termett. Volt képzelő tehetsége. Ösztönével harcolt, de az eszével is tudott harcolni. Megint rohamra indult, mint a megint a válba harapás régi fogásával próbálkozna, de az utolsó pillanatban lelapult a hóba, és előrevetette magát. Fogai rácsapódtak Spitz bal mellső lábára. Hallatszott a csont roppanása, és a fehér kutya három lábon állva várta az újabb rohamot. Buck háromszor is megpróbálta feldönteni, aztán megismételte az előbbi fogást, és eltörte a jobb mellső lábát is. A kín és a tehetetlenség mégsem verte le Spitzet. Őrjöngve küzdött, hogy talpon maradjon. Látta az izzó szempárokat, a kiöltött nyelveket, az állatok ezüstösen páráló leletét, a néma gyűrűt, amely mind szorosabbra zárult körülötte, amint hogy a múltban is látott már ilyen gyűrűket, sok-sok legyőzött ellenfele körül. Csak hogy ezúttal ő volt az, akit legyőztek. Most már látszott, hogy nincs remény. Buck könyörtelen volt. Szelídebb égtájra való a kegyelem. Ugrálva készülődött a végső rohamra.
A gyűrű már olyan szorosra zárult, hogy érezte oldalában az eszkimó kutyák leletét. Látta is őket Spitz mögött jobbról és balról, amint ugrásra feszítik izmaikat, és meretten nézik őt. Mint a szünet támadt volna egy pillanatra, a kutyák szinte kővé váltak, egyikük sem moccant. Csak Spitz remegett és borzolt a sörényét, előre-hátra támolyogva, borzalmas vicsorgással, mint el akarná ijeszteni a közeledő halált. Akkor Buck nekilendült, egy ugrás oda, egy ugrás vissza. Egy pillanatig tartott az egész, de ez a pillanat is elég volt ahhoz, hogy a két ellenfél melle végül mégis egymásnak ütközzék. A gyűrű egyetlen sötét foltá olvadt össze a holdfényes hómezőn, és eltakarta Spitzet. Buck ott állt mellette, és nézte. Buck, a győztes bajnok, az uralomra vágyó ősi vad, aki elejtette áldozatát, gyilkolt, és örömet talált a gyilkolásban.